Honnan jött az elképzelés, hogy Abátszalókon egy tulipángárdent létesüljön? Kérdeztük a tulajdonost, Tóth Diannát. Az alapötletük Tulipán Balatonról származik. Az alapötletünk a Tulip Garden Balatonról származik. Ugye Mátrai Zoltánék voltak az elsők, akik ugye létrehozták, megalapították ezt a tulipán hagyma szüretet, és ugye onnantól kezdve hozzájuk csatlakoztunk franchise-ként, és a Tulip Garden Tisztatót ugye az idejében sikerült létrehozni. 50 ezer tulipánhagymát ültettünk, illetve javítok majd 48 ezer x tulipánhagyma, és narcisz jácint kíséretében sikerült elültetnünk az ősszel, amik most hál' Istennek ebben a jó időben végre az első igazi tavaszi jó időben valójában is virágoznak most már. A nyitás óta folyamatos az érdeklődés. Minél jobb az idő, annál többen jönnek. Folyamatos az érdeklődés, tehát nagyon azt gondolom, hogy szigorúan is kell nekünk venni, hogy foglalás szükséges ahhoz, hogy eljöjjenek hozzánk, mert rengetegen szeretnének jönni, hiszen a pandémiás helyzet miatt ugye már mindenki szeretne kimozdulni, és ugye itt kin vagyunk, szabad levegőn vagyunk, jó idő van, gyönyörű virágok mellett tudunk sétálni, tudunk szedni, tudunk fotózni, és erre már mindenki nagyon vágyik, és itt erre lehetőség van. Most Abátszalók környékén egész nyáron, egészen őszig komoly turistaforgalom van, amikor elvilágzik a tulipán. Lesz-e még valami más, ami ezt a területet és a kialakult infrastruktúrát hasznosítja? Ezt kérdeztük a tulajdonostól. Hogyha most elvirágzik a tulipán, akkor ugye tervezik a következő évi, tehát még több tulipánt szeretnénk a jövő évre vonatkoztatva, valamint egy kukorica labirintus fogunk létrehozni itt a nyári időszakban, rögtön itt a Tulip Garden Tisztató helyszíne mellett, ami pontosan a nyári időszakban lehet a vendéglátósoknak, illetve a turizmusnak, hogy egy plusz program lehetőség itt a Tisztató mellett, a Abátszalók mellett.